Sziasztok! Folytassuk az ígülős videókat, illetve az AirComp tápegységes nyomtatott áramköri lap tervezést. Ugye az előző videóban megcsináltuk magának a tápegységnek a kapcsolási rajzát, és itt fejeztük be az előző videót, innen fogjuk folytatni. Ugye a meglévő kapcsolási rajz alapján szeretnénk készíteni ugye egy PCB-t, ugye ennek a legegyszerűbb módja, ha a kapcsolási rajz tervezőben ilyenkor megnyomjuk itt a kapcsolási rajz, illetve a nyomtatott áramköri lap tervezés közötti átváltó gombot. Ugye meg is fogja kérdezni, hogy létrehozzuk az új PCB tervet, ugye a kapcsolási rajz alapján természetesen azt mondjuk, hogy igen. Megkaptuk magát ezt a tervet, ugye így néz ki, ugye itt kapunk egy nyomtatott áramköri lapot, illetve magukat az alkatrészeket ide beömlesztve. Ugye a következő lesz a teendőnk, ugye mi most szeretnénk ezeket az alkatrészeket majd természetesen itt ugye megfogva ide húzni megfelelő helyre, de hát ez már most látszik, hogy ugye ez nem nagyon fér ide föl nekünk, tehát ugye ezt nem nagyon tudjuk ide elrakni. Hát ugye továbbá, ugye volt egy olyan frikedes videónk, ahol magát egy technikai rajzot készítettünk, tehát egy műhelyrajzot készítettünk, és ott hivatkoztam is arra, hogy ugye a műhelyrajznál, hogy ugye ezt nyomtatott áramköri laphoz fogjuk majd felhasználni. És itt most ez fog történni, nem más fogunk csinálni, mint gyakorlatilag ezt a nyomtatott áramköri lap tervet fogjuk mi átalakítani annak a műhelyrajznak megfelelően. Következő lesz a dolog, ugye alapvetően ugye ezt kell nekünk kialakítani, ugye nagyon egyszerűen megvan nekünk a méret, amit következőképpen tudunk, hogy a jobb klik tulajdonságunk, ráálltunk erre az érre, pontosabban mielőtt ezt néznénk, átváltunk milliméteres beosztásba, ugye nézet, rács, és ugye itt azt mondjuk, hogy ez milliméterben legyen, és ugye most ne 1,27-es osztásba menjünk, hanem 1 milliméterben fogunk ténykedni, és így fogjuk megadni a méreteket. Ugye jobb klik, tulajdonságok, és akkor most már ugye látjuk, hogy 100 mm széles, ami nekünk az eredeti nyák ugye 109,5 mm, hát én most ott ki fogom kerekíteni ezt 110-re, tehát itt ennyit csalok. A magassága az úgy fog kinézni, hogy 107,5, ott 108-ra fogom megadni, tehát ugye ez 108 lesz, és természetesen ez is, illetve 110-ről indulunk, és 110-re megyünk, és ugye ez pedig 108, így szintén ugye megemeljük ezt az értéket itt 108-ra. Ugye ezzel megvan a nyomtatott áramköri lapunknak a külső mérete. De ugye ott a műhelyrajzban volt még egy-két dolog, többek között voltak benne nekünk furatok. Ugye helyezünk-e furatokat ebbe a rajzba, mégpedig lenne ugye M3-as furatokat kell nekünk ide berakni. Ugye nagyon egyszerű, itt oldalt megkeressük, hogy hol van nekünk az, hogy furat. Ugye megkeressük ezeket itt, via, hol, lyuk, illetve nekünk most olyat kell keresnünk, hogy ugye amit ide most mi be tudunk tenni, mindjárt nekem is mindig, ugye változnak ezek a dolgok, és ugye ez csak rajzjelek, ugye itt tudunk elhelyezni dolgokat, és ugye valószínűleg ez a hol lesz nekünk alapvetően a furat, ugye lyuk, és ugye a furatot itt ugye meg tudjuk adni, hogy hány milliméter vastag legyen, hát én ezt most M3-as csavarokat fogok ide berakni, hogy lehessen egy picit mozgatni a panelt, ezt én 3,6 mm-re fogom tenni ezt a furatot. Ugye 3,6 mm-es furatokat fogok ide eltenni. 1, 2, 3 és 4 darabot. Na most, ugye furatoknak el kell helyeznünk ugye a méretét. Ugye a következő képen néz ki. Ugye a furatok nekünk itt kell egy kicsit számolnom, mert ugye a műhelyrajzon ez egy picit furcsán nézett ki. Tehát kell nekünk ezt az alsó furatot ugye X irányba. Tehát tulajdonságok, ugye itt van 3,6 mm, és a pozíciója úgy fog kinézni, hogy a X pozíció az ugye úgy néz ki, hogy 1,8, hogy 6,7, 6,7, az Y pozíciója pedig 7,5. Így. Ennek a következőnek azt mondja, hogy a 7,5 ugye a magassága, az ugyanaz, mint a
az előzőnek, tehát ugye az 7,5 magasan van, és ugye ennek a távolsága pedig úgy néz ki, hogy mindjárt kiszámolom, 110-ből, ugye 0,5-ből, ugye 8,6, plusz 102,7, tehát ez a pozíció 102,7 lesz, és ugye itt van az a másik furat. Ugye nagyon jó, ugye ez úgy néz ki, hogy egyébként a teljes szélességtől, ugye ha megnézzük, ugye ezt a tulajdonságot, ugye elvileg, ugye 102,7, ugye 6,8-ra lenne, tehát ugye a 100-ből 6,8, ugye igen, és akkor ebből még nekünk mínusz 0,5-öt is hozzá kell adni, így van 102,7, mert ugye a nyomtatott áram körül lapra egy 0,5 millimétert rátettem, tehát ugye ez így rendben van. Nézzük a két felső furatot, ugyanígy, ugye ennek emlékszünk, hogy ennek ugye 6,7-re volt, tehát ezt is ugyanúgy 6,7-re fogjuk tenni. Elnézést. Tehát tulajdonságok ugye, tehát 6,7, és ugye a magasságát kell nekem megadni, ami a magassága úgy nézett ki, hogy ugye 108 mm magasra tettem, ugye a 108 mm-hez ből pedig le kell nekem venni 24-et, ből 0,5-öt, mert itt is nagyobb lett, na még egyszer, 108-ból 0,5, ből 24, 83,5-re kell tenni, tehát 83,5, ez szintén ugye 83,5 magasan lesz, tehát a pozíció és fél magasan, és ugye 102,7 a szélessége. Ugye megvan a 4 rögzítő furat, ugye ezzel rögzítem majd a nyomtatott áramkörlapot. Ugye ami nekem még hiányzik, itt ugye a sarkoknak a levágása, most ez egy kicsit érdekes lesz, mert ugye ezt meg kell nekünk külön itt majd most rajzolni, ugye ezt a részt. Ugye ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy mondjuk ezt az alsó élt eltávolítom innen, és ugye nekem meg kell rajzolni ezt az élt. Ugye, ami úgy fog kinézni, hogy ide nekem rajzolni kell egy vonalat, csak ugye ez ne top legyen, hanem ez egy dimenzió. Ugye, és ugye a vastagsága pedig ugye a legkisebb legyen, sőt, azt mondja, hogy a vastagsága így vonal dimenzió még mindig vastag egy kicsit. Tehát ugye minél vékonyabb legyen ez a vonal, így így. Így, és ugye ide kell nekem még egy körív, ami azt hiszem úgy fog kinézni. Mindjárt megnézzük, hogy hogyan is rajzolom a körívet. Elnézést. Így, ugye megrajzoltam ezt a részt, ugye ennyien ezt meg kell csinálni fent is, de először ezt beméretezzük, ezt a részt. Ugye nagyon egyszerű a dolog, ugye ez tulajdonságban, ugye ennek a hosszát kell megadnom, az 48,7. 40, szerintem nem írtam oda vesszőt, tehát még egyszer, tulajdonságok 48,7. Így, ennek a tulajdonsága szintén 48,7, viszont a magassága ennek
Pontosan 7,5 mm lesz, tehát 7,5 mm. Szuper, ezt így most be is rajzolta. Ugye ennek a tulajdonsága, ugye ez egy kör tulajdonság, ugye nézzük meg, hogy itt mit tudunk csinálni, ugye itt van egy center, a rádiusz 5,6, tehát ugye ennél az a helyzet most, hogy a rádiusz azért nem jó, mert ugye ezzel vagyunk itt bajba, tehát ugye itt ennek kellene, ugye ha megnézzük, ennek a vonalnak az alját kéne nekünk változtatni, mégpedig nem úgy, hogy ne 60-tól menjen, hanem ugye 48,7 plusz 12. Tehát 48,7 plusz 12, tehát 60,7-re kellene menni, tehát innen indulunk, tehát 60,7, és ugye a magassága az pedig nem 6, hanem 7,5. 7,5. Alkalmaz, oké. Okay. És akkor most, hogyha már ezt megnézzük, ezt a körívet, akkor ennek 12-nek kell lenni a rádiuszának, illetve 6-nak a rádiuszának, és ugye jól is van. Tehát látjuk, tehát ugye ezzel megrajzoltuk ezt a középső részt. Így itt. Szuper. Ugye van egy pici elcsúszás benne, az minket ne zavarjon, mert itt egy picit túlmentünk a nyákon, annyira nem érdekes ez számunkra, az belefér. Ugye jön az a másik két felső rész, ugye ezt is ugyanígy meg kell rajzolnunk. Ugye ez a következő képen fog kinézni, itt megint ugyanaz a helyzet van, hogy ugye ezt a két vonalat el kell innen távolítanunk, tehát először kezdem ezt a vonalat, ugye ezt el fogjuk innen törölni, így, és akkor ugyanígy elkezdek ide vonalat húzni, dimenzió, és akkor elkezdek innen húzni vonalat. Ezt körülbelül felhúzom ugye idáig, húzom így tovább, így, és akkor ide kell nekem egy körív. Ops, nem egészen így szerettem volna, hanem ezt úgy akartam, hogy ugye innen van, kell nekünk egy körívet húzni. Miért nem így csinálja, hogy szeretném? Jó, akkor ugye ezen még változtatunk. Tulajdonságok. Ugye ez fog indulni, 15,7-től fog indulni. Tehát ugye ez 15,7. 15,7-től fog indulni, így. És akkor ennek a magassága pedig ugye 108-ból 15,5, tehát 108-ból 15,5, 92,5, tehát tulajdonságok 92,5. Igen, ugye itt van nekem két vonal befelé. Ugye, hogy ez 15,7-től indul. Így, és akkor most kell nekem ez a körív. Természetesen nem jó csinálja. Így. Ugye ezt a bekötő vonalat. Ugye ez most egy kicsit ilyen rajzolgatós dolog, 92,5, ugye tulajdonságok, jó, ezt én most megrajzolom, látom a videót, mert ez eltart még itt egy darabig, de gyakorlatilag most már lényeget látjátok, és akkor onnan folytatjuk, mikor ezt megrajzoltam, hogy ne menjen ezzel az idő.
és ugye itt vagyok, ugye megterveztem, hát ugye ez eltartott azért nekem is egy ideig, itt pont a végpontokat meg kell találni, hogy teljesen így meglegyen, de gyakorlatilag ugye ezekkel a rajzeszközökkel megrajzoltam a műhelyrajz alapján magát ezt a nyomtatott áramköri lapot. Na most, ha a vonalak nem illeszkednek a végponton, akkor ugye azt lehet csinálni, hogy itt a rács beállításon ugye még lejjebb venni mondjuk a millimétert, tehát látszik, én is levettem 0,1 milliméterre. Hát ugye ezt én most föl fogom emelni 0,127-re, ugye ez esetben ugye raster pontosan megy az igazítás, de azért mégis látjuk, hogy hogyan fognak kinézni az alkatrészek. Ugye amit nekem még látnom kell ebbe, ugye itt alul van nekem egy olyan rész, amit ki kell valami úton, módon takarnom, hogy oda ne tegyek alkatrészt. Fólia mehet, de alkatrészt nem szabad oda raknom, mert a kapcsolóba belelóg. Ugye ezt úgy tudjuk megtenni nagyon egyszerűen, hogy egy, tulajdonképpen egy sima vonallal ide azt mondom, hogy keresek egy olyan részt, hogy ugye top place, és gyakorlatilag ide én rajzolok majd most nem más, mint gyakorlatilag egy kis ilyen kivágást, ami gyakorlatilag nekem csak annyit fog mutatni, hogy ide ne tegyek gyakorlatilag semmit. Így. És ugye ez látszik, hogy ez gyakorlatilag a nyomtatott áramköri lapon majd ez ide lesz rajzolva, de ez gyakorlatilag a kapcsolónak a helye. Ugye ennek annyi a lényege, hogy ennek a magassága, ugye beállítom ennek a magasságát is, ugye 30 mm lesz a magassága, és ugye ennek ugye a szélessége, ugye itt a pedig ugye a 110-ből 33-at kell nekem, hát az ugye nem más lesz, mint ugye 77 mm, tehát ugye 77 mm lesz nekem ez a rész, tehát ugye ez 77, meg ez is 77, oké, okay. És akkor ugye itt van nekem még ez a vonalrész, ugye hát ezt is így beállítjuk egyenesbe, és akkor az tulajdonképpen ez már itt tulajdonképpen majdnem jól is van, hát ugye ezt lenullázok, hogy nullán legyen, ez is nullán legyen, és akkor ugye ez ugye azt látjuk, hogy ez gyakorlatilag az a baj, hogy ez most itt két vonalként funkcionál, így, tehát most nekem csak egy vonal kellene itt, és akkor ugye ez 77-től indul, 77-től indul ugye 30-ig, 30-ig, és ez pedig 110. Oké. Gyakorlatilag ez annyi a lényeg, hogy innen kerüljük az alkatrészeket, tehát ide ne kerüljön alkatrész, mert itt a kapcsoló van, ugye ez az eleje a nyomtatott áramköri lapnak. Na most ugye a következőt fogjuk tenni, megpróbáljuk az alkatrészeket elhelyezni. Ugye az alkatrészek elhelyezése a következő képen fog kinézni, a legnagyobb alkatrészsel kezdjük, ugye maga ez a transformátor lesz. Ugye a transformátort fogjuk elhelyezni, és ezt valamilyen formában. Ugye látszik itt, hogy a kapcsolónak nem kéne, hogy belelógjon, de az az igazság, hogy ott az, az alsó rész ez nem probléma, mert az a kapcsoló alatt van, tehát ugye az még ott szépen elfér, tehát azzal ugye nincsen gond. Hát látszik, hogy elég szűk a hely, hát ugye ezt lehetne forgatni, meg lehetne próbálni így elhelyezni például a trafót, ugye látjuk, hogy ugye így is meg lehetne próbálni, ugye ezt mindenféleképpen a 230-at ide tesszük alulra, de szerintem így lesz elhelyezve, így fogjuk tudni a legtöbb helyet nyerni. És akkor itt gyakorlatilag ez még itt pontosan el fog férni, én úgy látom. Még megpróbáljuk egy picit csúsztatni, ugye a dimenzióból ne menjünk ki, így, szerintem ez így rendben lesz. Oké, megvan a trafónk. Ugye jön a következő, ugye majd a forpontokat kéne nekünk ide berakni, hát ugye jön a kapcsolóknak a forpontjai, helyezzük el ugye K1, B, ugye itt van a K2B, ugye ez a két kapcsolópont, ugye ide fog bejönni a kapcsoló, hát ugye itt van a kapcsolónk alul, ugye ezt helyezzük valahova ide alulra, egyik, másik pont. Ugye annyit teszek még, hogy ezt feljebb veszem. ...1,27-re. És akkor ide még jön nekem a következő kapcsoló, K1A. Ugye? K1A. K2.
K2-e. Ugye ilyenkor jön az a dolog, hogy ugye azért helyezem rá, hogyha én ezt most visszaállítom 1,27-re, akkor ne legyen vele gond. És akkor most már így ezek a kapcsolóknak a kapcsolónak a bekötési pontjai. Ugye ezeken most még lehetne itt játszani, hogy lehet-e vele helyet nyerni, de hát majd mindjárt meglátjuk, hogy a biztosítékot ide be tudjuk szépen tenni. Itt lesz a biztosíték, és akkor ide még nekünk egy 220-as bekötést kell tenni. Tehát valószínűleg én ezt úgy csinálom, hogy még ez ide beférjen alá. Így. Így. És akkor még ide behelyezzük ugye az AC bekötési pontokat. Úgy. És akkor itt lehet, hogy annyit trükközök, hogy ezt áttesszük ide, ezt áttesszük ide, így, illetve van még egy bekötési pontom. Ugye, és akkor ezt megint megtrükközzük úgy, hogy ezt megforgatom ugye a kapcsolót, illetve a biztosítékot. Ugye ide tettük, itt a két bekötési pont, AC1, ez szerintem így teljesen rendben lesz. Ugye ide jön a AC, ide jönnek a kapcsolók, és ugye ez majd itt szépen kikerüli ezt a bekötési pontot. Megvan nekünk ugye a 230 voltos rész. Ugye ezt én nem akarom keverni tulajdonképpen itt ugye a magával a gyenge áramú résszel. Ugye jönnek maguk a stabilizátorok. Ugye a stabilizátorokat ugye úgy fogom elhelyezni, hogy ugye kezdem a 78.05-tel, ezt valahol ide meg fogom majd ide lerakni, ha le tudom. Olyan jó lenne, ha sikerülne leraknom. Csak nem tudom, miért nem tudom lerakni. Most ez olyan érdekes, hogy miért nem tudom oda lerakni a kapcsolót. Nagyon érdekes. Sejtem egyébként, hogy mi a baj. Jó, mindjárt megoldjuk, jó? Egy pillanat türelmet kérek, és akkor megoldjuk ezt a dolgot is. Jó, megoldódott. Hát ugye azért nem tudtam kirakni, mert ez pont a free változat futott nekem, és nem a regisztrált változat, és ugye ott 100 mm-től 100 mm fölé, 100 mm fölé nem lehet vinni, úgyhogy be kellett, valamiért nem tudom miért azt indítottam el, nincs jelentősége, most már működik. Ugye, tehát ugye stabilizátor IC, ugye ezt valahogy ide a panelnak a szélére fogom elhelyezni, mondjuk így ide. Ez lesz a 78.05. Ugye van nekünk egy 78.12-nk, ugye mondjuk a 78.12-t elrakjuk mondjuk, tegyük fel ide, meg van nekünk egy 79.05-ünk, azt pedig mondjuk elrakjuk ide. Ugye ő nem biztos, hogy be lesz rakva, ez majd attól függ, hogy használjuk ezt, vagy nem. Ugye őt ide beraktuk, ezt a három stabilizátort. Hát nézzük tovább, hogy mit kell nekünk még itt elrakni. Ugye van nekünk a grécidunk, ugye a grécidakat ide berakjuk, az egyik grécidat ide, ugye jön nekünk a másik gréchíd, ugye őt meg majd valahova berakjuk ide, csinálunk közben egy rendezést a bekötéseken, tehát egy ratneszk rendezést csinálunk, hogy ugye lássuk, hogy hogyan is néz ki ez a dolog, ugye látszik is, hogy ezen lehet, hogy nem ártana forgatni, jó, szuper. Ugye jön nekünk a következő bekötés, következő jönnek a kondenzátorok. Hát ugye jön itt mondjuk ide jön az egyik kondenzátor, ugye ezek a nagy kondik.
ide jöhet ugye 79-12-nél, itt van egy, jöhetne ide egy másik kondi is, de lehet, hogy ezeket átrakjuk ide. Majd meglátjuk, hogy jó lesz-e. És akkor ugye... Így, hát csak azt mondja, hogy... Ugye ezek vannak párhuzamosan, ezek a kondenzátorok. Így. Mondjuk őt ide berakjuk ide. Trafó mellé. Ugye megpróbáljuk úgy helyezni a trafók, illetve magokat, a kondikat, hogy ugye lássuk, hogy minél rövidebb vezetékeléssel menjen. Tehát ugye ezt megpróbáljuk úgy elhelyezni, ezeket a dolgokat. Itt azt mondja, hogy van még itt nekünk egy pár kondink. Ugye van itt egy kondink. Ugye őt mondjuk berakjuk, tegyük fel ide. Van egy még egy kondink. Fordítunk rajta, őt berakjuk mondjuk ide. Ide. Ugye ő egy mínuszos kondi lesz, őt berakjuk ide. Módosítunk a rajzon. Ugye látszik, hogy ezen lehet nem ártana fordítani. Így. Kondik között megpróbálunk helyet csinálni, hogy legyen. Őt is megfordítjuk, mert ő is jobban mutat így. Azt mondja, hogy van még itt nekünk egy pár darab alkatrész, hát nem túl sok. Ugye a távfeszültség bekötési pontok, ugye a azok végül is mehetnek itt majd bárhová, tehát ugye azzal nincsen igazából jelentőségünk, tehát ugye mondjuk, hogy a VDD12-t, azt ugye mondjuk ide rakom, a VCC5-öt, azt például majd valahova ide rakom, ugye a VVB5-öt azt majd valahova ide elhelyezzük, így GND pontot meg mondjuk valahova ide, ugye megint újra rajzoltatjuk, ugye látjuk, hogy tehát itt például a GND pont az itt jobb lesz, hogyha valahol mondjuk itt lesz középen, és akkor van nekünk egy diódánk, ugye a diódánk, ha szükség van rá, akkor ő itt lesz. Azt mondja, van egy ellenállásunk. Az ellenállásunk, ha szükség lesz rá, itt lesz. És akkor gyakorlatilag már csak a szűrőkondik vannak. Ugye szűrőkondi. Őt ide betesszük. Őt ide lejjebb húzzuk. Szintén. 100 nanós kondi. Ugye ez a 12 voltos kimenetnek a kondia. Őt betesszük mondjuk ide. Őt betesszük mondjuk ide, ez az 5 voltosnak a kondia, őt mondjuk betesszük ide, és ezt a testpontot, illetve a csatlakozási pontot ide tesszük, így, és akkor még ez az egy kondi van itt valahol, ahová el kéne tennünk, őt meg mondjuk betesszük valahova ide, így. Csinálunk egy Rottnest rendezést. Ugye itt még megint megnézhetjük, hogy a vonalak ugye hogyan néznek ki. Tehát, hogyha még látunk benne olyat mi szemmel így, amit át tudunk rendezni, akkor azt átrendezhetjük. Ugye például, ugye, de ez úgy látom, hogy ez így nagyjából rendben van. Ugye a Grace Heed. Fordítok rajta, talán jobb lesz. Kondik viszonylag egyenesen futnak. Hát szerintem ez így nagyjából rendben van. Megpróbáljuk így megterveztetni a nyomtatott áramköri lapot. Ugye itt ez a kondi van még, amit nem ártana megfordítani, így, ugye ő is jól van. Hát szerintem ez így rendben lesz, ugye megpróbáljuk így, például azt meg lehet trükközni, hogy ezt én ide rakom, így, ezt így ide, oké, és jó, hát szerintem ez így rendben van, ugye megpróbáljuk így megterveztetni a nyákot. Elmentem, mentés, és akkor most jön egy nyáktervezés, és leterveztetjük a nyákot. Ugye a nyáktervezésnél ugye ezt a nyomtatott áramköri lapot én egy oldalasra szeretném csak terveztetni. Autorúterrel fogjuk ugye terveztetni. Ugye az autorúter az ugye itt lesz, ugye root, ugye ez lesz a root, illetve az autorúter, rákattintok, és ugye gyakorlatilag az lesz, hogy én a topra nem szeretnék tenni semmit. Itt gyakorlatilag én csak a
16-os szárra szeretnék, és semmi másra nem szeretnék tenni. Indítom. És meg fogjuk látni, hogy sikerül neki megtervezni. Na még egyszer, mert ez így nem lett jó. Autorouter, tehát ugye nem így szeretném. Úgy azt lehet látni, hogyha megfigyelitek, hogy nagyon vastagra tervezte ezt a felső ágakat. Tehát ez túlságosan vastagra tervezte, és nem tudja bekötni itt a stabilizátorokat. Ugye ez egy probléma. Na most akkor ezt befejezzük, ezt ugye eldobjuk. És nézzük meg, hogy mi lehet itt a probléma, ami miatt ez nem működik. Ugye ez a default-nál, ez a vezeték szélesség, ez valószínűleg nem jó. Ezt lejjebb vesszük 30 mm-re, illetve ezt is lejjebb vesszük 30 mm-re. Oké, és megpróbáljuk megint. Nagyon érdekes, hogy valamiért ez nem egészen úgy tervezve, hogy kellene. No, meg lett a probléma, hát én voltam a bűnös. A kapcsolási rajzban véletlenül minden, ugye az AC vezeték osztályra került, azért volt a vastagsága a probléma. Most ezt már visszaállítottam, tehát ugye most itt tartunk, ugye megint nézzük meg ezzel az autorouterrel, hogy mit tudunk csinálni. Ugye azt mondjuk, hogy autorouter. Ugye következő, ugye a top, a felső réteg az NA-ra van állítva, az alsó réteg pedig autóra, és akkor nézzük meg, hogy most mi történik, ha elindítjuk az autorútert. Ugye nekünk az lenne jó, ha 100%-ra felmenne a tervezés. Ha nem megy föl, sem sincs probléma, mert akkor eljátszhatunk az alkatrészeknek az átrendezésével, illetve akár azt is megtehetjük, hogy saját magunk utána belejavítunk magába ebbe a tervezésbe. Ugye most itt meg kell várnunk a folyamat, amíg végigmegy. Addig látom megint a videót, és akkor, hogyha végigfutott a tervezés, akkor utána megnézzük, hogy milyen eredményre jutottunk. Ugye megtörtént. Na nézzük meg, ugye, hát nem ment fel 100%-ra. Ugye 97% ez az egyik legjobb, ahol majdnem minden megvan, de hát ez eléggé olyan csúnyácska. Itt is közel megy például a szál. Ugye ez sokkal szimpatikusabb, de itt is látjuk, hogy van itt ilyen egészen kacskaringósan futó szál, ami ilyen egészen kacskaringósan utat tesz meg, ami innen ide feljön. Tehát ez ugye nem a legjobb dolog, tehát ilyen egészen kacskaringósan fut föl. Ugye ezzel itt valamit lehetne csinálni, például ezt a kondit át lehetne valószínűleg tenni valahova máshová. Valószínűleg jobb lenne az eredmény. Ugye vannak még ezek a beállítások, itt elég sok vezeték hiányzik. Ugye, tehát nézzük csak meg ezt a beállítást, hogy mit tudnánk tenni. Egyébként ez annyira nem tűnik rossznak, csak sok vezeték hiányzik belőle. Ugye mi az, amit tudnánk tenni például az ügyben? Jó, dobjuk el ezt a tervezést, és akkor nézzük meg. Tehát például ezeket a pontokat még lehetne itt feljebb húzni. Ugye itt voltak olyan problémák, hogy ugye itt átment rengeteg vezeték. Ugye itt is például ezek ugye cserélődtek, ezek a vezetékek, tehát ugye itt is volt egy érdekes dolog. Ugye ezzel nem túl sok mindent tudunk tenni, tehát ugye például itt is a vezeték átment, mondjuk ez itt halul megy át, akkor ezzel nincsen igazán probléma. Ugye ez a kondi például nem a legjobb helyen van, én úgy látom, tehát ezt a kondenzátort valahol máshová kéne tenni. Megpróbáljuk ezt egy picit másképp elhelyezni, ezeket a kondikat, meg ezt is innen így lejjebb húzzuk ide. Például ezt feltesszük ide állítva, ezt a kondit így kijebb húzzuk, ez a kondi, ez itt jól van, ez is, és akkor például ezt megpróbáljuk úgy elhelyezni, ezt a dolgot, hogy például ezen egy kicsit széljelebb húzunk, így,
És megnézzük, hogy mi van akkor, hogyha a Gér-Gréc híd között van ez a kondi. Meg ez is. Csinálunk egy ratneszket, ez megint változik. Ugye itt a kondinál ez még egy kicsit olyan érdekes lehet. Ezen fordítunk egyet. Itt eléggé tágas a dolog, én úgy látom. Ez így rendben van. Na nézzük meg megint ezt a dolgot. Vagy például lehet, hogy ezt a kondit le lehetne tenni egészen ide. Ugye? Ezt mondjuk egészen lehet, hogy le lehetne tenni ide. Ezeket a diódákat is mondjuk el lehetne tenni ide. Ugye nem kell nekünk, hogy szűken legyen ez az egész. Ez a testpont lehet itt. Jó. Ezt ide így elhelyezhetjük. Így. Oké, és meglátjuk, hogy hogyan néz ki, hogy ezek közé is teszek helyet. És akkor nézzük meg még egyszer, tehát nézzük meg megint, ezt is így el tudom talán fordítani. Hát nem, ez végül is így jó van. Na nézzük meg még egyszer, hogy milyen lesz ez a dolog. Megint egy autorútert ráindítunk. Az előbb 97%-osra össze tudta hozni. Ezzel most el fogunk így játszani, ez az igazság, és tulajdonképpen ez lesz most itt a lényeg, hogy ezzel így végig megpróbálom megterveztetni. Hát a 97% most is megvan, lehet, hogy azt fogjuk csinálni, hogy ezt majd kézzel kijavítom, ugye ezt a hibát belőle, és akkor azt majd lehet, hogy kézzel fogjuk pótolni azt a hiányosságot. Na és akkor csak sikerült beállítani, hát ugye alkatrészeket még rendezgettem, ugye picit lejjebb húztam a stabilizátori céket. Ugye most itt az volt a cél, hogy egy rétegű nyákot készítsek belőle. Két rétegű nyákból hibátlanul megcsinálta volna nagyon gyorsan, de azért szerettem volna egy oldalas nyákot, hogy ezt akár ugye házi körülmények között is egyszerűen ki lehessen vitelezni. Ugye ez a nyákrajz született. Lehet, hogy ezt most kézzel el lehetne még kezdeni ezzel játszani, igazából nincs túl sok jelentősége. Amit most még ezen célszerű megcsinálni, azok a feliratoknak a korrigálása, hiszen hogyha megnézzük, akkor itt van egy-két olyan felirat, ami eléggé egybe csúszott. Tehát itt például, hogyha megnézzük, ugye itt látszik, hogy például itt eléggé csúnyán összecsúsztak a feliratok. Ezzel nincsen semmi probléma, mert csak annyi a dolgunk, hogy ugye ide félre tesszük ezt a feliratot. Ugye ez egy 7812, ezt ide tesszük. A GND pont az itt már látszik jól. Ugye ez a VDD is jól fog látszani. Ugye itt ezen az oldalon ugye nem fogunk látni semmit. Tehát ugye itt mondjuk a rétegekből, hogyha lekapcsolnánk ugye a top place, meg ugye a, nem is a top place, hanem ugye az alsó réteget levennénk, akkor ugye látszik, hogy ezt fogjuk látni, mint felirat. Ugye, és akkor ugye itt ezeket szépen most én korrigálgatom, ahol itt látszik, hogy itt van még ugye összecsúszás, tehát ugye itt van még összecsúszás, ugye ezt is mondjuk kirakjuk ide szélre. Ugye ez a 7905 az ide fentre, ez a C6 mondjuk ide, ez a VBB látszik, ez jól van. Ugye ez a C2, ez legyen már itt valahogy, hogy egyértelműen lássuk, hogy ez a C2. Ez meg mondjuk itt a C3. Így, dióda, ellenállás, értékeket jól lehet olvasni, ezzel itt nem is volt semmi gond.
És ugye ez most egy ilyen korrigálás, gyakorlatilag ezt így kikorrigálgatjuk, és tulajdonképpen rendben van. Illetve hát, hogyha még szeretnénk, akkor ugye helyezhetünk el a nyomtatott áramköri lapra valamilyen feliratot. Például ide azt mondom, hogy én ide teszünk egy olyat, hogy aircomp 16, és akkor mondjuk ezt a top place-re tesszük, például T-names felirattal, tehát ugye, hogy ezt felülre helyezze el nekünk, ugye tudnánk választatni a méreteken, de ez nekünk teljesen rendben van, és akkor például még azt mondjuk, hogy power supply, és akkor még ide azért egy olyat oda teszünk, hogy atlab. És akkor még egy olyat, hogy 20-21. Így. Hát ennyit még ide teszünk rá, és tulajdonképpen én azt gondolom, hogy elkészült a nyomtatott áramköri lapunk, és tulajdonképpen ezek után most már mehet vagy gyártásba, vagy mi is elkészíthetjük itthon. Majd meglátjuk, hogy ez hogyan fog kinézni, és akkor ennek a videónak is itt lett tulajdonképpen vége. Ugye azt már láttátok, hogy hogy kell ebből exportálni ugye nyákot, ugye Gerber fájlokat, de ha nem, akkor majd a legközelebbi videóban azt is megmutatom. Sziasztok!